Na, előző részt azt valahol ott hagytuk abba. Csak olyan bezárattad magad? Gyere ide! Itt magyarázzál. Gyere! Gyere! Gyere, szerepelj a videóban. Gyere! Gyere! És miért itt van velünk? Nem mi van? Mondjad. Te. Hopp. Figyelj, ne ugrálva, ne ugrálva. Úgy. Ügyes vagy. Tudod, ha megkarmolsz, az nagyon fáj. Szóval, mindjárt. Kiengedem. Na. Szóval. Felhoztam az összes Minecraftot. Az lett a vége, hogy aki olyan volt, azt kiürtöttük, aki meg marad, az kapott egy némteget, mert nem tudom, hogy ők eltűnnek-e. Szóval a hatékonyság, a vízaffinitás, a gyengéd érintés, ő megmaradt, meg a többieket kinyírtuk. Na, szóval. Most a következő lépés az az lenne, hogy eltekerünk, de nagyon-nagyon-nagyon gyorsan Netherbe. Még maradt egy némtegünk, hogy ha véletlenül később valami probléma akarna, akkor még mindig meg tudjuk oldani. Na, jó van. Szóval. Gyorsan összeszedem a gondolataimat. Hogy egyáltalán hová, hogyan, merre, valahogy találnunk kellene egy bejáratot ahhoz a valamihez. Megcsinálnom kell kaját. Ú, tehát tehenek. Jaj. Megyünk. Nem tudom, szerintem mondtam az előző rész végén, de hivatalosan is csank vagyunk, tehát kettő legyet ütünk egy csapásra. Mert akkor úgy alakítom ki, még azt nem találtam ki, hogy hogy lesz, de akkor úgy alakítom ki, hogy mind a kettő. Ojojojojojoj. Hogy a kettőt egyszerre fogjuk tudni használni. Hát figyelj, fáklyázunk. Úgy. Van még hely, ahová fáklyát tudunk rakni? Ugri-bugri tehenek, gyerünk, még biztos, hogy tudok. Azaz. Na, kieszik még. Egy. Aj, nem így akartam. Szó. Kaja készül. Öt. Hát az nem elég. Igen, egy egész tech kemencét csináltam. Mármint, hogy egy egész tech kőből csináltam meg a kemencét. Mire észrevettem, hogy behúztam az összeset addigra, mert késő volt. Na, jó van. Most megint krumpli potyog. Akkor, amikor beragadtam, akkor sárga répa esett. Mert ezt is meg kell javítani. Nem baj, nem baj, nem baj. Haladunk, haladunk. Jó. Azt sem tudom, nekem oda blézek ellen jó lenne valami fire protection, mi? Na, felkészülök valahogy a csatára. El kell mennem. Legalább egy blaze rodot szerezni kell. Többi az megvan. Mert gunpowder kell hozzá, tehát hogy fűrészport akartam mondani, nem az. Mi az? Lőpor? Megvan. Lőpor? Minek hívják? Puskapor. Lőpor. Ugyanaz. Puskapor kell hozzá,
üvegcsét csinálnunk, ahhoz kell majd megint homok, mert nincsen üvegünk. Akkor kell fermentált pókszem. Amúgy nem lesek, mert nincs itt semmi. Csak gondolkodok, és olyankor lefelé szoktam nézni. Tehát fermentált pókszem, meg a blézerot kellene, hogy meg tudjuk csinálni a... azt. A brewing standet. Nem tudom, hogy van magyarul. Az a baj, hogy amúgy ilyenkor ilyen hülyének érzem magam, mert főző állvány. Vagy valami ilyesmi. Főzet készítő állvány. Az én olvasatomban. Nem tudom. Az a baj, hogy én nagyon sokáig játszottam ezt a játékot is előzőleg, és ott van, már megint ott van. Kettő is. Meg kell őket ölni. Mármint, hogy nem mi fogjuk, hanem megcsináljuk úgy, hogy megölje őket valami. Ízét akarok csinálni. Megemelem őket pár blokkal. Alapból is az Iron Golemek miatt, a Vas Golemek miatt, meg kell csinálnunk azt, hogy gyűjtőrendszert kell csinálni. Na most akkor egyszerűbb, hogyha megfogom, és ahogy megy fölfelé a platform, vagyis hát lesz négy cső, amiben lefelé potyognak majd, majd megmutatom, mert most így nehezen tudom elmagyarázni. Mindegy, lesz négy cső, amiben lepotyognak az Iron Golemek, ott lesz a láva, és nem hopper rendszert építünk, hanem hopper minecart fog körbe-körbe menni. És akkor megcsináljuk úgy, hogy nem egy hopper minecart fog körbe menni, hanem kettő, és akkor a második, meg úgyis magma blokkot kell leraknunk, és akkor a másodiknak meg az lesz a feladata, hogy a magma blokkon a slime-ot összeszedje. És akkor így két legyet ütünk majd egy csapásra, és akkor felül meg platformok lesznek egészen fel a village-ig. Mert tehát azért ástunk ekkora nagy gödröt. Ja, úisten. Menj innen! Haza menjél! Eric, haza. Gyerünk! Eric, haza, mindannyian. Így, ezek már nem számítanak. Tehát azért csináltunk ilyen nagyot, mert a négy village az itt lesz fent. A plafon alatt szinte. És akkor onnan jönni fog le a négy úgymond ilyen kürtő, amin keresztül leesnek az Iron Golemek. És akkor ide lent meg lesz egy úgymond gyűjtőrendszer. És akkor az Iron Golemek alapból úgy halnának meg, hogy tehát így is úgy is lávát kell csinálnunk, de akkor már rakunk alá magma blokkot, kicsit besegít a lávának, és utána most elvileg a villagerektől, akik odafent lesznek, 8 blokkra kell lehoznunk a gólemeket. És azért hozzuk le őket ilyen mélyre, hogyha véletlenül ez változna a későbbiekben, tehát valami miatt ezt a 8 blokkot megemelik 12-re, még akkor is jók vagyunk, mert odafent az 16 blokk. Várja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, majdnem 20 blokkot építettünk felfelé. Ami azt jelenti, hogy mondjuk fent lesz 3 blokk, legyen 4, akkor is van még 15 blokkunk, meg ide lent elveszünk 2, 13 blokk lesz a kettő között. Tehát ha még felemelik 12 blokkra a detection, tehát az a lényeg, hogy a villager 7 blokkal maga alatt ellenőrzi azt, hogy van-e ott másik Iron Golem. Tehát nekünk most csak annyi a legfontosabb, hogy az Iron Golemeket minél hamarabb elhozzuk onnan, ezért is lesz a 4 kürtő, tehát hogy ne az legyen, hogy ott keringenek körbe-körbe vagy valami, 4 kürtőn lejönnek, ide lent meghalnak és kész. Na, már így is elbeszéltem 10 percet, úgyhogy megyünk és csináljuk a Nether-t. Azt nem veszem fel, hogy megyek le, mert azt mindenki tudja, portál, stb., hanem onnantól veszem, hogyha megtaláltam ezeket a szemeteket, akkor utána majd onnantól nézzük, hogy egyáltalán mi történik.
Nem kiabálom el, de szerintem megvan a megoldás. Gyűjtünk egy kis XP-t. Igen, megint berobbant, úgyhogy megint építettem egy újat. Ez most jó. Awesome. Azzal ne foglalkozzál, hogy nyomkodni kell itt össze-vissza a trapdoorokat. Tök jó, tehát hogy így... Loot, ott van. Na várjál, még egyszer. Egyetek már egy lootot. Akkor ne egy egy lootot. Ott a loot. Nem jó, akkor a másikat, nem, akkor mind a kettőt le, így most fel, ezt le, ezt megöljük, ezt visszafel. Teljesen jó, működik. Nem az a lényeg, de akkor? Majd automatizáljuk, hogyha úgy lesz. Az a baj, hogy ettől lejjebb nem mehetek, mert ez alatt meg ott van a másik farm. Szóval, na. Elterveztem egy picit, ez van. Félretelveztem. Na. Jó, ja, ez feljebbről jött. Két szinten van mob farmunk. Szóval két szintű a mob farm, és azok, akik egyből leesnek, ha... Ja, és igen. Tehát, hogyha szerencsénk van, erre esnek. Menjél már! Mutogatok, magyarázok, ne... Álljál bele. Na, szóval, ha erre esnek rá, akkor életben maradnak. Ha középre esnek, meghalnak, meghalnak, meghalnak. De, itt jön a poén része az egésznek, hogy mivel kétszintes, még ha ide esik is meg tud halni. Mivel, hogy ők négy blokkal vagy három blokkal magasabbról esnek. Szóval... Hát ez ilyen. Tehát tök jó, tehát hogyha egy idő után hozzászoksz ahhoz, hogy mit, hogyan kell nyitni, meg mi az, ami csinál valamit. Mert mondjuk az a másik oldal... Opa. Az a másik oldal az csak akkor jó, hogyha ott állsz. Tehát állhatsz itt. Itt is állhatsz, csak ennek nem sok értelme van. Megállhatsz itt. Itt csak akkor érdemes állni, hogyha mondjuk valami miatt nézelődni szeretnél azon az oldalon. Kész. Na, jó van. Hülyeséget félret. Várjál. Nem gyűjtjük most a mobokat? Menjetek innen. Mondom, menjél innen. Így. Kiengedjük az XP-t. Visszazárunk mindent, így. Na, és innentől meg amíg leesik, az meghal. Ennyi. Figyelj, megcsináltam úgy, hogy jó legyen, nem? Akkor... Na nézzel így. Ja, várjál, tudom, ezt akartam. Ó, te jó Isten! Le kell csökkenteni a méretét a járatoknak. Na, szóval amit kitaláltam, még azt láttam egy esetben, amikor gyilkoláztam itt a mobokat. Az is. Ó, az is. Várjatok. Poke, az honnan? Biztos benne volt a táskámban, mert poke itt nem esik. Azt ne is várjátok. Ez direkt úgy van felül megcsinálva, hogy ebbe egy deka poke nem lehet. Az átépítés, oké, bla bla bla, jó. Na, szóval. Nem tudom, hogy el. Nem így el. Jó, így el. Nem az, ez. Van egy olyanunk, hogy... Most azt nem tudom, hogy erőt rakjunk rá. Végtelen biztos, hogy nem. Viszünk magunkkal inkább cuccot. Én emlékszem rosszul. Én... Fene, egye meg. Jó, ez a baj, hogy arra emlékeztem, hogy van egy olyanunk, de akkor az izében van.
aranycucban. A önjavítás. Azt hittem, hogy kaptunk olyan ilyet. Na mindegy. Akkor úgy lesz, hogy erő, várjatok. Ezt kirakjuk. Melvértünk van még, azt is kirakjuk. Ez törhetetlenség 2. Ez kuka. Ez erő 1, ez megy vissza. Szóval, úgy kellene összeválogatni, hogy akkor legyen végtelen, akkor nem kell csak egy nyílvessző. Törhetetlenség 2, törhetetlenség 2. Ütés 1, így. Így. És akkor így egy törhetetlenség 3-as, ütés 2-es. Igen. Erő 3-as, végtelen, így. Ha össze tudjuk kalapálni. Na most ez a másik kérdés. Az a nyelvet. Na. Hello. Hagyjatok már! Na, szóval. Mindig a legnagyobbat rakjuk először. Szóval akkor keresünk egy olyat, hogy mondjuk mit tudom én, a törhetetlenség 2-t. Összerakjuk ezzel, ez 5 XP. Jó, ha összerakom ezzel, az 8 XP. Akkor így rakjuk először. 5 XP, így. Törhetetlenség 2, az csak 7 XP, ugye? Mondom. Így 12, jó, akkor ez így 7. Így. Ez így 14. Máshogy nem tudjuk úgyse megoldani. És ez így 15 lesz. Azért nem lesz rossz, nem? Csak vissza kell mennem XP-zni. Na, majd jövök mindjárt. Na! Kész. Most már csak egy darab íj kell, vagy nyíl kell. És mehetünk is. Mindjárt kipróbáljuk ezeken a jó fiúkon itt. Az mindegy, egy kell. Egy. Aj, nem már. Majd ebből megcsinálunk valamit, nem tudom. Püff! Ha-ha-ha-ha! Jó lesz ez? Na! Netherben találkozunk. Srácok! Nem hiszitek el? Szereztünk ilyen blokkot! Gyere te is! Meg te is! Na! Gyere vissza! Hello? Ott fent? Te ott mindenki? Pirosat is vehetnétek amúgy. Nincs akinek piros van a kezében? Jó Isten, mi van itt te? Mi ez a buli? Na mindegy. Úgyhogy van most már torzniliumunk. Jobb lett volna, ha piros is van náluk, de ez ilyen. Jaj. Aj. Igen, erre gondoltam én is. Gyere ide, malacka. Na! Az jó nekünk? Jó, hát. Csak hogy oda, hogy jutunk be. Tudom, hát ott van a lába alatt a lélekhomok, amin szaladgáltunk, vagy ami miatt szaladgáltunk. Hát esküszöm, ide többször fogok járni Endermentölni. Várjál. Hátulról láttam, hogy hol kell átmenni. Jó, itt. Hoztam magammal lámpást, hogyha az utat jelölni kell, de amúgy nem vagyunk túl messze attól, ahol... Hűha! Vadászunk, gyere!
Malacka? 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 Úgy érzem, hogy az... Hogy az anyádat? Igen, mondjuk még egy láng az, az nem lenne rossz rá. Egy tűz, vagy egy nem tudom minek hívjam. De... De már így is elég jók vagyunk. Húha, egy baj van. De ez... Ó, édesanyám. Fene, egyen meg! Na jó, megyek vissza, mindjárt jövök. Csak azért nem mutatom a visszaszaladást. Mert megyünk. Tehát, hogy csak ezért lépek ki ilyenkor, hogy, hogy nem mutatom azt, hogy visszamegyek, mert amire visszaérek, addig megőszültök. Itt nem tudom, mit elégtem össze. Nem, tehát, hogy, hogy nem is látok semmi olyat, ami miatt megéghettem volna. Taposom a shiftet, mintha kötelező lenne. Ja. Csak legyen hozzá erőd. Van, csak ahhoz nincsen, hogy valahol blézeket kell találni. Ott annak! Hú, baj van. Hát ezt nem! És egyre többen vannak. Jó, akkor B-terv. Hát ilyen nincs. Töltse fölfelé. Ez az. Na jó. Így most elvileg a blézektől nem félünk ide bent. Csak félig. Oda. Jó! Viszünk egy kis cuccot. Véletlenül valamit világítani akarunk redstone lámpával, akkor hadd legyen egy kis glowstone-unk még. Ami volt, azt elhasználtam. Így. Na, tovább. Jaj, de szeretem ezt a helyet, te. Így. Alakul. Jó, őt már hallom. Onnan nem látok senkit. Szétnézzünk azért nagyjából, mert itt még azért szoktak lenni jó dolgok. Nem. Arra, ha akarok, majd elások, de most nem. Hopp, ott a bléz! Gyere! Azaz, 1, 2,
Rod, futás vissza. Ez az. Happy. Egy. Kell még. Mert ő belőlük... Ő, ez kell a izéhez is, ahhoz a munkaállomáshoz, amiből... Azaz. Szóval kell ahhoz a munkaállomáshoz, amiből tudunk csinálni olyan villagereket, akik megveszik a rohadt húst. Zombi húst. Na. Csata ez a képen, hagyjam el. Ez nem zavar senkit. Jó. Szerintem ennyi elég lesz most. Nem? Hú, anyám. Malacok. Megnézzük, hogy errefelé vissza még ez az egész dolog. Nem. Nem, mert akkor látszani kellene. Tudom, ez is jobb lenne, hogyha Fortune-nel csinálnánk, de most nincs. Majdnem eltévedtem. Csá! A franc egyen meg. Játszunk? Ezt nem akartam. Jó. Na jó van. Amiért? Az anya. Cse. Én már itt se vagyok. Ne is foglalkozzatok velem. Nem raboltalak ki titeket. Túlzottan. Jó, ide még visszajövünk, mert ott is van egy... Ott egy rossz portál. Ott valami ég. Még azt nem ismerem, azt a lélek tüzet, vagy mi a fenének hívják azt. Így, ide, így, és akkor tüf. Azt sem tudom, ezt mivel lehet ütni. Így. És akkor itt csinálunk egy ilyen átjárót, hogy legközelebb könnyebb legyen innen lejönni. Ó, majd csinálunk ilyen utakat, meg ilyen izéket ide, Netherbe is. Tehát leszünk ide lent. Szava! Malacka. Így. Na. Mert hogy azért nem volt bonyolult ide lejönni, mert itt a járat, amin lejöttünk a lélekhomokért. Nem tudom, hogy láttátok-e azt a részt. Kaja. Erre. Egy. Így. Még azzal van a másik problémám, hogy ezt én értem. Egyiknél sincs jó. Oké. Menjünk. Annyi, hogy az egyik részben mutattam, hogy megcsináltam a...
a járatot ide hátrafelé. Na, itt jöttünk el. Semmi extra, ott a portál. Jól emlékeztem én, hogy a messzi-messzi részekben így láttam egy ilyen erődöt, de nem emlékeztem, hogy ennyire közel van. Na jól van, megyek vissza. És megpróbálom kikúrálni a villager-eket. Abban az egyben bízom, hogy nem kell levenni róluk a... vagy nem kell őket kivenni a... minecartból. Na jó van, még mindjárt jövök. Még szerencsé, hogy egy megmaradt. Annyira hülye vagyok. Így. Gyengeség beállítala. Jó, akkor ezt elvileg beletesszük vissza. És rakunk mellé egy darab puskaport, és a keretőtől lesz splash potion. És akkor aranyám. Ó, aranyapám. Ha most sikerül, nagyon boldogok leszünk. Három potink van. Így. Nem is szórok ezek addig vele, még nem látom, hogy működik. Hű, ezt oda be kéne valahogy csettinteni a sarokba. Áj, nem jó. Nem látom a izét. Hoho. Ez az! Körünk! Meg tudod csinálni. Most kipróbálom azt, hogy... Ah, ez az, nem pocsékolunk vele legalább. Az a baj, hogy ő is elkapta. Mennyi idő? Hmm.
Az a baj, már hosszú a videó is. Na jó, megvárom. Még addig, akkor utána visszajövök, hogyha ha sikerült. Ha nem, akkor majd vadásszuk tovább a megoldást. Elvileg működnie kéne, gyakorlatilag majd mindjárt kiderül. Szóval, 3-tól 5 percig tart, és sikerült. És vissza is kaptuk úgy, ahogy van. Ha-ha, ha-ha, ha-ha. Jó, helyes, helyes. Na, úgyhogy megyünk majd még megint blézezni, az muszáj lesz, de most megyünk vasfarmozni. Nem sokára. Meg kell a vas. Csomó hopperk fog kelleni. Na jól van. Bocsánat, hogy mostanában ilyen hosszúra sikerülnek a videók, de tehát látjátok, csak megyünk, csináljuk. Folyamatosan van valami. Na, találkozunk a következő részben. Bízom benne, hogy akkor már egy működő vasfarma, ha addig valami hülyeség nem jön közbe. Aztán addig legyetek jók, és találkozunk. Sose tudom, mit akarok mondani. Sziasztok!